Nagy szeretettel köszöntöm minden kedves megjelent vendégünket a pályaavató és a tornacsarnok avató ünnepségünkön, és Szabó József nagy tiszteletű úrnak szeretném a szót átadni. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákjaink, nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt a Református Egyházközség nevében. Jól tudjuk, hogy egy nagyon szép ünnepi alkalomra gyűltünk itt össze ezen a mai napon, hiszen a református iskola további gyarapodásának lehetünk itt mindnyájan tanúi, és Istennek adunk hálát ezen a mai napon azért, hogy mindeddig megsegített bennünket feladataink ellátásában, és bizony megköszönjük az itt jelenlévő sok kedves vendégünknek is mindazt a támogatást és segítséget, amelyet nyújtottak a mi számunkra. A fenntartó Török Szent Miklósi Református Egyházközség és intézménye pályázatot nyújthatott be erre a szabadtéri kézilabda pálya létesítésére. A pályázatot sikeresen megnyertük, és ennek jóvoltából közel 18 millió forintból megépülhetett a palák rendszerrel körbevett polipropilén borítású kültéri kézilabda pálya. Itt csak csendesen megjegyezném, hogy a városnak az első ilyen jellegű kézilabda pályája. A pályázati elbírálás és a munkálatok rekordidő alatt készültek el, mintegy 2 hónap alatt. Erről a helyről is köszönetemet fejezem ki egyházközségünk nevében, a Magyar Kézilabda Szövetségnek, Novák András főtitkár úrnak, hogy intézményünk gazdagodhatott egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő pályával. Köszönetet mondok a kivitelező Básta Millennium ZRT-nek, Kis János Saba felelős műszaki vezetőnek és a Hekket Kft-nek Herceg Zsolt képviseletében a magas színvonalú szakmai munkájukért. Külön köszönetet mondok mindnyájunk nevében Szloska Krisztián edző úrnak, a Jászlagykun-Szolnok megyei Kézilabda Szövetség elnökének a szakmai mentorálás területein végzett munkájáért. A mindenható Isten áldását kérjük minden segítőnk életére és további munkájára. Közel 50 millió forintból újította meg sportlétesítményeit a Török Szent Miklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola. A Magyar Kézilabda Szövetség 100%-os támogatásával szabadtéri kézilabda pályát építettek, amely márciustól novemberig használható. Több évre visszamenőleg dotálódik ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy mind az iskola vezetése, mind a fenntartó is, valamint a Megyei Kézilabda Szövetség régi kapcsolata van, és különböző sporteseményeket támogatunk, amit én úgy gondolom, hogy a többi iskolával szemben is megteszünk. És a mai átadás az hogyan jött létre? Hát mindenféleképpen kiemelten köszönetet szeretnénk mondani a magyar kormánynak, valamint a Magyar Kézilabda Szövetségnek, hogy lehetőséget biztosította arra, hogy egy ilyen gyönyörű kültéri kézilabda pálya megépülhessen az egyéb tárgyi tartozékaival együtt. Hát ahogy Esperes úr is kiemelte, rekordidő alatt valósult meg. Hát tulajdonképpen a maga az építése az egy bő 3 hét alatt. Hát ugye a kézilabda pálya alapterülete 20x40 méter, ez természetesen megvan, tehát egy hivatalos kültéri kézilabda pálya, és hát azért el kell, hogy mondjam, hogy azért is nagyon-nagyon pozitív dolog, hogy 100%-os támogatással épült meg, és olyan egyéb dolgok is vannak hozzá, mint például ugye nem csak a pálya, hanem a hozzátartozó palánk is, ami baleset megelőzés céljából nagyon-nagyon fontos, valamint ugye a két kapu felvonalazva van, és hát ugye a labdafogó háló a két kapu mögötti területen 20-20 méter széles. Ki kell emelni azt is, hogy csúszásmentes, és tulajdonképpen nem kell felszedni, hanem ugye télálló, tehát fagyálló az egész pálya, és hát időjárás függő nyilván, de azért én úgy gondolom, hogy a mai szép időben is lehetett látni, hogy a gyerekek tudják használni, és hát bízunk benne, hogy azért itt már márciustól, úgy október végéig, november közepéig ezt különböző foglalkozásokra, kézilabda mérkőzésekre is tudjuk használni majd.
Mit lehet elmondani országos szinten, mennyire jellemző, hogy ilyen szép kézilabdapályával rendelkeznek? Nem csak iskola, hanem gondolok itt más intézményekre is, ahol sportot űznek. Nagyon-nagyon sok legutolsó információm az az, hogy az országban 90 darab kültéri kézilabdapálya épült, és hát ugye ezt iskoláknak is lehet bepályázni, egyesületeknek is lehet bepályázni, még egyszer kiemelten ugye 100%-os támogatással, ami nagyon nagy könnyedséget jelent, én úgy gondolom akár a önkormányzatoknak, egyesületeknek, vagy különböző iskoláknak, és hát én úgy gondolom, és azt is hallottam, hogy még több fog épülni. Kegyelemlékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim és barátaim, Isten igéjét olvasom a 100. Zsoltárral. Újjongjatok az Úr előtt az egész földön, szolgáljatok az Úrnak örömmel, vígadozva járuljatok színe elé, tudjátok meg, hogy Úr az Isten, ő alkotott minket, és övéi vagyunk, az ő népe és legelőjének nyája. Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel, adjatok hálát neki, áldjátok nevét, mert jó az Úr örökké tart szeretete és hűsége nemzedékről nemzedékre, mert jó az Úr örökké tart szeretete és az ő hűsége nemzedékről nemzedékre. Amen. Kedves testvéreim és barátaim, Isten iránti hálával gyűltünk most össze, a református iskola újonnan elkészült 2. számú tornatermének az ünnepélyes felavatására. Azért állítatom kezdetén, néhány gondolatot el kell mondanom a múltból, nem csak azért, mert már korosodó ember vagyok, és lassan megőszültem, és ebben az életkorban az ember szívesen emlékezik vissza a régi dolgokra. Hát nagy örömmel emlékeztem vissza az elmúlt éjszakán is arra, hogy 2002. májusában vásároltuk meg ezt az ingatlant, amelyet a Kutas Bálint út 3-5 szám alatt van, és ha valaki azt gondolná, hogy ragyogó pénzügyi helyzetünk tette ezt lehetővé, akkor rögtön elmondanám, hogy 15 millió forint banki hitelt kellett felvennünk ehhez, amelyet 10 esztendős futamidőre vettünk fel, de már a 8. esztendőbe törleszteni tudtuk. Hát ezt a banki hitelt azért kellett felvenni, mert 2 esztendővel korábban a tornaterem és annak a létesítményeit építettük meg, amihez azért saját forrásokat is kellett biztosítani. A 2000-ben átadott tornaterem és a hozzá tartozó pályák ugye elég jó költségekbe kerültek, és a hitel felvételeit mindenképpen megeszközölnünk kellett. Aztán következett, hát 2002. májusától, olyan 11-nehány esztendős tervezgetés, meg pályázatoknak is az írása, amelynek a vége azért az lett, hogy most itt saját erőből átadhatjuk ezt a szép létesítményt. És itt a saját erővel kapcsolatban elmondanám, hogy ugye a számlák még folyamatosan érkeznek, a legközelebbi testületi ülésen fogunk részletesen számot adni a költségekről, de hogy előzetes kalkulációm szerint a több esztendős befektetésünk, amelyet az elmúlt esztendőkben ezen a területen elvégeztünk, elérik a 64-65 millió forintot, és ez mind saját erőből valósult meg, amelyért szeretnék köszönetet mondani az iskola vezetésének, egyházközségünk presbitériumának is, hogy a gazdálkodás terén ilyen eredményesek voltunk. Aztán azt is hozzá kell tennünk, hogy ennek a létesítménynek a megvalósításában egy másik pályázat segített sokat. Ugyanis az elmúlt esztendő során a top pályázaton a református óvoda felújítására jelentős támogatást nyertünk el, és így anyagi eszközeinket át tudtuk csoportosítani erre a létesítményre, mert ha a toppos pályázaton nem nyerünk, akkor itt egy kicsit később került volna ez az épület teljes befejezésre. Ezért köszönetet mondok Boldog István képviselő úrnak, Fehér Petrának is, hogy a megyei önkormányzat részére adják át köszönetmondásunkat, hogy támogattak ennek a pályázatnak az elnyerésében, és erről a helyről is örömmel mondhatom, hogy a második tornaterem, amelynek most az átadásán vagyunk jelen, nem sokáig egy harmadik tornateremmel is bővülni fog, hiszen a református óvodának is elkezdődik néhány napon belül az új kis tornaszobájának az alapozása, amelynek tegnap megtartottuk a terület átadását is a kivitelező céggel.
Istennek adunk hálát azért, hogy mindeddig megsegített bennünket. És még mindig maradjunk egy kicsit a történelemnél. 1720-ban alapított iskolánk első tornaterme 2002-ben készülhetett el. Nem mondanám, hogy nagy irítséggel néztük 1991-től 2002-ig, hogy a város többi általános iskolájában vannak tornatermek. Hát mi is 2000-re elkészülhettünk, 2002-ben megvásárolhattuk ugye ezt a területet, de azért, ha a történelmet számot veszünk, akkor elmondhatjuk, hogy 1720-tól 282 esztendőn keresztül nem volt tornaterem a város református diákjai számára, és most 16 esztendő után a második tornaterem elkészülhetett, és ezt mindenféleképpen a gyorsítás kifejezéssel tudom ihletni, hogy 282 és a 16 esztendő azért mindenféleképpen eredményességünket és Isten áldását bizonyítja. 2019-ben pedig egy hasonló ünnepségre szeretnénk Önöket meghívni, a református óvoda tornatermének átadására. Ennyi mindenért kell hálát adnunk a mindenható Istennek, és elmondhatjuk a Zsoltár író szavaival, hogy jó az Úr, örökké tart szeretete, hűsége nemzedékről nemzedékre, mindeddig megsegített az Úr, ami Istenünk bennünket. És itt szeretnék köszönetet mondani a tervezőnek és kivitelezőnek. Nagy Sándor barátunk végezte el a tervezés feladatát egy EFOP-os pályázat benyújtásához, amelyen kicsit kellett módosítanunk. Utána ő kapott megbízást a tetőszigetelés, az ablakcsere, átalakítás, szigetelés feladatok elvégzésére, az udvar burkolatára, vízelvezetésének az elvégzésére, és az utcafronton lévő régi épületnek is a külső festésére, és a belső festési munkálatokat ezen a helyen, amely épület körülbelül 50 éve biztos nem volt kifestve. Szilágyi Kálmán mester úr, hol van Kálmán barátunk? Itt van, mert igen, ő végezte el. Ő egyébként arról nevezetes, hogy a város és a környék egyik legjobb kezű festőmestere, aki bemegy a református templomba és megnézi azt a mennyezetet, amit ő szabad kézzel húzott állványokon fenn állva, azelőtt le a kalappal, és akkor csak azt mondhatjuk, hogy Isten áldja meg őt is Nagy Sándor barátunkkal együtt, hogy még sokáig dolgozhassanak, hiszen közelednek mind a ketten az én életkorommal kapcsolatos, ugye lassú elvonuláshoz, tehát, de azért még nem kell ezt számolgatni, mert még azért kitartunk mind a hárman. Istennek adunk hálát mindezért. Manapság nagyon divatos dolog elégedetlenkedni és panaszkodni. Hát mi török szentmiklósi reformátusok nem panaszkodunk. Volt egy időszak, 17 esztendő, amikor egy kicsit sikertelenségre voltunk ítélve, de az a 17 esztendő is elmúlt, és azt mondanám, hogy Isten kegyelméből jó erőben, egészségben, feladataink végzésében vagyunk. Nem panaszkodunk, mert a mi Urunk időről időre gondoskodik rólunk. És egy csodálatos megtapasztalásomat hagy mondjam el, amire a 100. Zsoltár írója is kicsit inspirál, hogy a mindenható Isten terveinkből csak azt engedi megvalósítani, ami a mi javunkat szolgálja. És ha valaki ezért kesereg, hogy a tervei nem úgy valósulnak meg, ahogy azt ő szerette volna, vegye nagyon komolyan, hogy valószínű azért nem engedi a mindenható Isten, mert az nem az ő javát szolgálná, tehát több baja és több kára lenne belőle. Bizony láthatjuk azt, hogy önkormányzati rendszerünkben különböző fenntartói szinteken, amikor egy kicsit túlméretezik magukat, hát rendkívül nagy nehézségek elé állhatnak, mert nem az Isten áldásával végeztek el valami feladatot, hanem a maguk akaratát igyekeztek megvalósítani, aztán szembenéznek azzal, hogy hát így sem működik, úgy sem működik a rendszer. Mi reformátusok az elmúlt 500 esztendőben megtanultuk, hogy jó az Úr, örökké tart szeretete. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétét, aki itt van, megköszönöm mindenkinek a támogatását, megköszönöm azoknak a munkáját, akik itt elvégezték a feladatokat,
és természetesen majd nem nyilvános körülmények között, de a zsebembe van egy boríték, amelyet munkáltatói jogom gyakorlásánál fogva majd szeretnénk megfelelő körülmények között átadni annak, aki ebbe sokat segített és sok munkát végzett. Ma, amikor eljött a hálaadásnak, az örvendezésnek az ideje, merítsünk mi reformátusok erőt a 90. Zsoltárunk gondolataiból, legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jó indulata, kezeink munkáját tedd maradandóvá, kezeink munkáját tedd maradandóvá. Most hajtsuk meg a fejünket, és az óvodások is úgy látom megérkeztek, és egy áldó imádságot hagy mondjak még el. Mindenható Isten, háladással megköszönjük a te kegyelmes szeretetedet, aminek eredményeképpen erre a mai ünnepnapra is felvirathattunk. Háladással megköszönjük, Urunk, hogy az elmúlt 500 esztendőben megáldottad, megsegítetted a te református magyar népedet. Háladással megköszönjük, hogy szolgálhatjuk a mi nemzetünket, a mi szeretett magyar népünket református iskoláinkkal, óvodáinkkal, intézményrendszerünkkel. Háladással megköszönjük a te segítségedet, velünk voltál, megáldottál bennünket munkáink, feladataink végzésében. Megköszönjük, Urunk, ezt az új épületet is, ahol a mi reménységünk szerint a ránk bízott gyermekek jól fogják érezni magukat, és nem csak lélekben, hanem testben is erősödni fognak, hiszen mi jól megtanultuk tőled, hogy épp testben van az épp lélek, és mi reformátusok felelősek vagyunk minden emberért, annak lelki és testi fejlődéséért is. Háladással megköszönjük ezt az új lehetőséget, amellyel megbíztál bennünket. Kérünk, Urunk, hogy a te áldásod, a te kegyelmes szereteted legyen velünk. Így áld meg, Urunk, városunkat, itt élő fele barátainkat, áld meg, Urunk, közelben és távolban levő szeretteinket. Te gondolj a testi-lelki próbatételekben szenvedő embertestvéreinkre, és add, Urunk, mindenkor a te áldásodat, kezeink munkáját teted maradandóvá, kezeink munkáját teted maradandóvá. Amen. A győztesek sohasem adják fel, akik feladják, azok sohasem lehetnek győztesek. Nyírő József szavai azt gondolom, hogy jól illenek református közösségünkre, és nagyon-nagyon jól illenek Esperes úrra. Ő egy igazi győztes típus. Soha nem adta fel, a legnehezebb időkben sem adta fel, és most már akkor elmondom a mikrofonba is, amit az előbb mondtam neki, hogy még hosszú évtizedekig, neki több száz évet mondtam, az nem tetszett neki, hogy hosszú évtizedekig tudja munkájával szolgálni református közösségünket, tudja szolgálni a török szentmiklósiakat, és sok ilyen gyönyörű alkotást tudjanak létrehozni közösen. Én azt gondolom, hogy mi reformátusok évszázadok óta kitartóan dolgozunk a magyarságért, a magyar nemzetért, a kis közösségeinkért, önmagunkért természetesen, hiszen része vagyunk a közösségnek, és Esperes úr egy nagyon jó példája ennek. És ez az egész iskola egy nagyon jó példája ennek, és én nagyon örülök neki, mondtam neki még a pálya átadó előtt, hogy lassan iskolát kell választani a kisfiamnak, és bár én egy másik református gimnáziumban végeztem, és azt gondoltam, hogy a fiam is oda fog járni, de a körülmények úgy látom, hogy ott olyanok, hogy új református iskolát kell választani, és a fiam nem oda fog járni, ahova én jártam. És nagy esélye van neki, hogy tisztelettel kértem, hogyha úgy dönt a család, hogy negyedik osztály után elhozzuk a képú iskolából esetleg a gyermeket, még ez nem biztos, de akkor valószínűsítetően a törökszentmiklósi református iskolát válasszuk, mert mi reformátusok, keresztények ragaszkodjunk ahhoz, hogy a gyermekeink, bár nagyon jók az állami iskolák, ki állnak értük, ha nem én, mint képviselő, de azért mi, akik vallásosak vagyunk, reformátusok vagyunk, igenis vigyük a gyermekeinket, ha lehet, református iskolába. Az én gyermekem most is református iskolába jár. Nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Csak gratulálni tudok mindenhez. Már elájultam a gyermekek csodálatos öltözékétől, fantasztikus énekétől, köszöntésétől, a pályától, kint és a tornateremtől bent.
amikor ide eljövök, mindig csak a fejlődést látom, úgyhogy gratulálok Esperes úr, és örülök neki, hogy tényleg minden korosztály, a kicsit nagyobbak a kézilabda pályával, a kisebbek ezzel a tornateremmel, és hát az óvodások a következő tornateremmel mindig gazdagodtok. Ez egy óriási dolog. Gratulálok Esperes úrnak, az iskolának, a református közösségnek, és csak azt tudom kívánni, hogy így tovább fejlődjünk, fejlődjünk, mert mi nekünk kell megőrizni a református reformátusságot, a kereszténységet, és nekünk kell megőrizni a magyar nemzetet, hogy több ezer esztendő múlva is elmondhassuk, hogy mi magyarok azért születtünk, jöttünk ide a Kárpát-medencébe, hogy az egész világnak, de főként Európának megmutassuk, hogy a kereszténység az, ami meg tudja őrizni Európát, és a magyarság az, amelyik meg tudja őrizni a kereszténységet. Köszönöm, hogy meghallgattok. Thank you.
Yeah.